Adófórumot tartottak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Egy 3 évtizedes hagyományt folytatnak ezzel, mondta a gazdasági iroda vezetője. A fórumon a szakemberek tájékoztatták az érdeklődőket a 2023-ban életbe lépő adójogszabályok változásáról. Vannak témák, amikben kisebbek, vannak, amikben nagyobbak. Ami ugye fontosnak tartom elmondani, hogy itt ugye a helyi NAV és a helyi adóiroda, akik ugye az állásfoglalások másik oldalán, az ellenőrzések másik oldalán állnak, ők tőlük lehet megkapni a tudást, beszélni velük, kapcsolatot építeni, és elsődlegesen az információkat megkérdezni, az esetleges kérdőjeleket pedig ponttá tenni a végére. Az adófórumon több területet is érintettek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszeresen tájékoztatja az adózókat a jogszabályváltozásokról. A Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében most adófórumon hallgathatják meg az érdeklődők a 2023. évi adóváltozásokat. A tájékoztatón elhangzanak a személyi jövedelemadóval, az általányadózással, a kisadózással, a társadalombiztosítási járulékkal, az ÁFA-val és a társasági adóval kapcsolatos új szabályozások. Ilyen változás például az általányadózásban, hogy egyszerűsödik az adminisztráció. Az érintetteknek továbbra is be kell nyújtaniuk a járulékbevallásukról készült dokumentumot, azonban már nem havonta, hanem negyed évente. Ugyanígy a fizetési kötelezettséget is ekkor kell teljesíteni. Újítás még, hogy az arányosítás érdekében az adómentes jövedelem határig kevesebb adót, illetve járulékot kell fizetniük az általányadózóknak.